Beszéljünk akkor az állati eredetű élelmiszerekről. Az állati eredetű élelmiszerek az alaptápanyagok közül főleg fehérjét és zsiradékot tartalmaznak. Szénhidrátot kismértékben. Fehérjéig teljes értékűek, vagyis az összes eszenciális aminósavat megfelelő mennyiségben és arányban tartalmazzák. Melyre az emberi szervezetnek szüksége van? Az állati eredetű zsiradékokat nehezebben emésztjük, mint a növényi olajokat. De fontos zsírszerű anyagok, mint a lecitin és a koleszterin. Erre is szükség van a szervezetnek, mert sejtfalépítő. A tápanyagok közül a zsírban oldódó úgynevezett A, D, E és K vitaminok mennyisége jelentős. Az ásványi anyagok közül pedig a kácium, magnézium, vas és a foszforsok vannak jelen. Az ide tartozó élelmiszercsoportok gyorsan romlanak, és a romlás során az ember számára mérgező vegyületek, toxikona, toxikok keletkeznek az élelmiszerekben, melyek ételfertőzés súlyosabb esetben ételmérgezést okozhatnak. Az állati eredetű nyersanyagokat sokféleképpen dolgozza fel az élelmiszeripar. Egyrészt tartósítás céljából, másrészt a magasabb élvezeti érték érdekében. A hús és a húsipari készítmények Táplálkozástani szempontból a húsok kémiai összetételük miatt igen értékes élelmiszerek. Napi 50 g hús elfogyasztása fedezi szervezetünk eszenciális aminósavigényét és fehérje szükségletünk 10-20%-át. Húsnak szűkebb értelemben az állatok emberi táplálkozásra alkalmas izomzatát nevezzük. A hús nagy részét alkotó izomrost főleg fehérjét tartalmaz, amely szervezetünk számára könnyen emészhető. Kötőszövete nehezen emészhető és rágós, a zsírszövet pedig nagy, energia, nagy energiaértékű. A tőke hús minőségét az állat eredete, tartási körülménye, körülményei, a vágás ideje, a szállítás körülményei, a darabolás szabályossága, a szöveti jellemzők, az állomány, a szín és a szag határozza meg. Friss hús csak tiszta és fertőtlenített, zárt rakterű szállítóeszközön szállítható. A hús átvétele hatósági állatorvos igazolásának ellenőrzésével történik. Tehát csak hatósági állatorvosi igazolással vehetünk át húst, ez fontos megjegyezni. Átvétel során maghőmérővel hőmérővel kötelező ellenőrizni a hőmérsékletet. Megengedett átvételi hőmérsékletek, ugye belsőségeknél nulla, tehát 0, és mínusz 300 fok húsoknál, 0,7 Celsius fok a sertés hús minősítésénél a EUROP besorolást használnak. Tehát a sertés húsznál E, U, R, O és P besorolásokat használnak. Legjobb az E hús. A színhús aránya 55% fölötti, tehát a legjobb az E hús. A leggyengébb a P-húst, tehát ez a leggyengébb. Tehát az E a legjobb, a P a gyengébb. Húsok bolti kezelése A húsok bolti kezelése Raktározás Könnyen megköti az idegen szagokat, ezért nem szabad erős, átható szagú idegen anyagok közelében tárolni. A fagyaszthatósági időtartama télen 3 nap, nyáron két nap. Csomagolás. Tőkehús forgalmazása esetén PE fóliával kasírozott papír cso papírba csomagoljuk a kiemelt árut. Előre kiadagolt hústermékeknél tálcán fóliázva vagy PE tasakban. Páratartalom. Legkedvezőbb a 85 és a 95 százalékos tartalom. Hőmérséklet 0 és 4 Celsius fok között kell, hogy legyen. A kereskedelemben tőkes húsként forgalmazott húsok. Marhahús, hús, sertéshús, juhús, baromfihús, vathús és halhús. Tehát marhahús, borjóhús, sertéshús, juhús, baromfihús, vathús, halhús. Húskészítmények. A húskészítmények általában nagy vágó állatok, azon belül is a sertés-marha- és a lóhúsából, valamint baromfifélék húsából állítják elő. Ha a húskészítmény sertéshúsból vagy döntően se ö, döntően ugye sertéshúsból készült, a termék megnevezésében nem jelölik. Ha azonban egyéb állathúsából, akkor a húskésítmény neve előtt szerepel az állat megnevezése. Például Virsli, marha párizsi. A tatár elnevezéssel a lóhúsból készült áruk kerülnek forgalomba. Például lókolbász. Tehát tatár nevezésű áruk az lóhúsból készült áruga utalnak. Tehát ez fontos megjegyezni. És vannak különböző csoportok a hús, húskészítményeken belül. Ugye első, töltelékes húskészítmények, ezek rövid ideig eltartató áruk, és ugye vannak tartós áruk is belőlük. Második darabos húskészítmények. Harmadik étkezési szalonnák, negyedik gyors fagyasztott húskészítmények, ötödik konzervek, hatodik levespogak. Tökéletes húskészítmények Rövid ideig eltartható tökéletes húskészítmények. Hőkezeléssel készülnek, burkoló anyagba töltésük után főzik vagy füstölik a terméket. A főzés során növekszik a termék víztartalma, ezért fogyaszthatósági idejük rövid általában 2 és 8 nap között vannak a fogyaszthatósági idejük. A tárolhatóság az alkalmazott burkolóanyagtól is függ, és akár egy és két hét is lehet. Vannak különböző csoportok a húskészítményekből. Vörös Vörösárok Vörös áru. A pácolás eredményeként kialakult vörös színükről kapták a vágás felületük, ugye egységes? Készítményük során húspéphez vizet is adagolnak, a magas víztartalom miatt könnyen romló készítmények. Eltarthatóság idejük 4-6 nap. A víz, vízgőzzáró műbej betöltött eltarthatósága, tehát a vírsliknek magyarán, 28 nap. Is lehet. Termékválasztékuk száma közel 30. Például Párizsi, Virsli, Krinolin, Szafaládé. Párizsi azonnal fogyasztható virsli melegítés, sütés vagy főzés után. Fogyasztható. Akkor vannak még felvágottak. Húspépből és aprított sertés, vagy marhahúsból ipari szalonnából készülnek, fűszerekkel, meleg füstöléssel. 20-40 Celsius fokos főzéssel. Értéküket a felhasznált húsrészek fajtája és egymáshoz viszonyított aránya határozza meg. Például olasz, soproni, zalai, vadász felvágott, és turista szalámi. Akkor még vannak kolbászfélék. Tehát kolbászfélék. A felvágottakhoz hasonlóan készülnek, de értékesebb húsrészből. Sertés és marha húsból, húspépből és sertésszalonnából készülnek. Fűszerezésük erőteljesebb, több piros fokhagymát, pirospaprikát, ízesítőanyagot tartalmaznak. 1,5 és 4 cm átmérőjű betöltött, füstölt főt készítmények. Minőségét a hús, húspép aránya, ízét a hús szalonna, a fűszerek, jellegét a mozaikos, meccéslap és a burkolat átmérője adja meg. A befejező füstölési művelet miatt élénk vörös színűek. Ide tartoznak például lecsókolbászok, debreceni kolbász, Cserkész kolbász, lángolt kolbász és füstölt kolbász. fogyaszthatósági idejük átlagosan egy hét. A sütnivaló kolbász eltarthatósága két-három nap. Akkor vannak még hurkafélék. Jellegzetessége, hogy előfőzött nyersanyagokból, belsőségekből, fejhúsból és nyesedékből készülnek. Valamint keményítő tartalmú anyagokat, rizs, zsemle, kenyér is felhasználnak az előállításukhoz. A felvágottaknál kisebb átmérőjű burkolatba töltött, tájjellegű fűszerezéssel készített termékek, például sütés után fogyasztható véres hurka, májás hurka, vagy azonnali fogyasztható bácskai hurka, és türingai hurka vannak még különböző hús sajtok. Például ilyen a disznó is. Tehát a hús Előfőzött, majd nagyobb méretűre feldarabolt fej, nyelv, bőr, bőrészekből, nyesedékekből, belsőségekből, húspépből, bőrkeléből, egyéb kocsonyásító és állományjavító anyagokból összeállított, sertrés gyomorba, marhavélbe vagy műbélbe töltött főzött, majd lapőrsra sajtolt készítmények. Például disznósajt, mágnás sajt és a bőr sajt. Vannak még különböző kenős készítmények. Jelenleg túlnyomó részt májas készítmények, amelyek finomra aprított májból, sertésszalonnából, húsból, belsőségből, hagymából tájjellegű fűszerezéssel készített. 80 Celsius fokon Főzött termék, például kenőmájas, borjumájas és ilyen a májpástétom. Vannak még pástétomok. A töltelék finomra aprított anyagokból, pácolt húsból, májból, szalonnából áll és különleges, finom fűszerezésű. Általában valamikor bérbetöltve főzik. Vannak még étkezési szalonnák. Az étkezési szalonnák a sertés hát, oldal, has, esetleg toka szalonnából sózással, pácolással, füstöléssel vagy sütéssel, főzéssel előállított termékek. Kiváló ízhatású. Közvetlen fogyasztásra vagy további elkészítésre egyaránt alkalmas. A ma gyaros ételeknek pikáns, különleges ízt ad. Csoportosításuk a készítés módja szerint történik. Így készítenek sózott, füstölt, főtt, füstölt és főtt szalonnákat. Tartós tökéletes áruk. Olyan híres termékek tartoznak ebbe a csoportba, mint a hersz vagy a pik szalámi, a gyulai, makói és csabai kolbász. A hús fajtája az aprítás mérete, az alkalmazott fűszerek, a füstölés módja, a füstölésre használt fa fajtája, az érlelés módja, Szakmai titok? Szalámi félék. Legalább 40 mm átmérőjű természetes vagy mesterséges burkolatba töltött készítmények, amelyeket nemes penészsel vagy egyéb anyagokkal vontak be. Lehetnek bevonat nélküliek is. Az alaptápanyagok közül fehérléket és zsírokat tartalmaznak, víztartalmuk csekély ezért kemény, jól szellősz, szel szeletelhető áruk. Készítésekhöz kizárólag sertés vagy marha hús esetleg a kettő meghatározott arányú keveréke, valamint sertésszalonna használható. Tartósításukat füstöléssel, szárítással, érleléssel, vagy ezek kombinációjával végzik. Hőkezelést nem kapnak. Hosszú a minőségmegőrzési idejük. Nem kell hűtőben tárolni. Legjelentősebb magyar szalámi a téli szalámi, a csemege szalámi és a paprikás szalámi. A Szegedi Szalámi, illetve a Szegedi Téli Szalámi 2017-től a Budapesti Téli Szalámi 2009-től részesül. Földrajzi árujelző oltalomban vannak, tehát eredetvédelemben. Mind a Szegedi Szalámi, mint a szegedi téli szalámi és a budapesti szalámi. Vannak még száraz kolbászok. Száraz kolbászok legalább 24 mm átmérői természetes vagy mesterséges burkolatba töltött, különböző, különböző szemcseméretűre aprított marha, sertés, baromfi vagy más vágó alatt húsából, szalonna alapanyagból vagy baromfi marha marhafagyú, valamint jelleg és íz anyagok felhasználásával készült termék. Metszés különböző aprítottságú, egyenletesen elkevert minimum 2 mm-es átmérői hús, szalonna vagy fagyumozaikból áll. Tartósításokat füstöléssel, majd az követően szárításos érleléssel végzik. A szárítás idejétől függően félszáraz vagy száraz kolbászok vannak. Elnevezésüknél megjelenik a készítési hely neve: például gyulai kolbász, makói kolbász, csabai kolbász. Közös jellemzőjük, hogy a sertés- és marhahús, valamint sertésszalonna keverékéből készülnek. Fontos áru jellemzőjük a vágás érettség, amely a termék jellegének megfelelő víztartalomnál következik be. Ekkor a kolbász éles késsel jól szeletelhető. Darabos húskészítmények Többségében sertés esetenként marha vagy pulykahúsból sózással, pácolással, füstöléssel vagy főzéssel előállított, az állat testtáj jellegének megfelelő alakú termékek. A darabos húskészítmények legjelentősebb csoportja. A áruk egyik csoportjába a füstölés után főzött termékek tartoznak. Például füstölt sertés tarja, füstölt sertéskaraj, füstölt marhanyelv. A másik csoportba egyéb konyhatechnológiai eljárással el el előállított gépsonka, rakott húsok, aszpikos készítmények és roládok vannak. Vannak étkezési szalonnák. Sertés, hát, oldal, has, esetleg toka szalonnájából, sózással, pácolással, füstöléssel, vagy sütéssel, főzéssel előállított termék. De egyébként a főzéssel előállított szalonna az nem más, mint a császás szalonna. Az egy főzéssel előállított szalonna. Kiváló ízhatású, közvetlen fogyasztásra vagy további elkészítésre egyaránt alkalmas. Készítenek sózott, füstölt főt és füstölt főtszalonnákat. Legkeresettebb fajtája a sózott, a füstölt, a pácolt füstölt, az erdélyi szalonna, a paprikázott szalonna, a kolozsvári szalonna, a császár szalonna és az angol szalonna. Vannak gyors húskészítmények, készülhetnek darabolt, aprított, csontos vagy cson nélküli húsrészek felhasználásával is. Ipari szalonna vagy marhafagyú, egyéb melléktermékek, belsőségek, jelleg, jelleg és íz anyagok hozzáadásával. A formájuk változatos lehet a lér, pogácsa, szelet, rúd vagy figura. Az alapanyag elkészítését végezhetik pácolva, vagy a nélkül, bélbetöltve, elősütve vagy sütve. Vagy ezen előkészítő műveletek nélkül, illetve ezek különböző kombinációjával. Vannak az úgynevezett húskonzervek. Légmentes csomagolásban hőkezelésért tartósított készítmények. Alkotó részei sertés, marha vagy baromfi, esetleg egyéb vágóállat húsa. Tartalmaznak zsírszalonnát vagy zsiradékot, fűszereket és egyéb jelleg és ízátalakító anyagokat. Állományok szerint lehetnek darabosak, daráltak vagy pépesítettek. Az alkalmazott hőkezeléstől függően lehetnek fél, illetve teljes konzervek. A félkonzervek konzervek hőkezelését 100 fok alatt a teljes hőkezelés sterilizé... sterilezéssel végzik. Húskészítmények bolti kezelése Raktározás A szalonnák a főtáruk kivételével hűtőszekényben nem tárolhatók, mert elszíneződnek, nyálkásodnak. Tehát a szalonnák hűtőszekényben nem tárolhatók, mert elszíneződnek és nyálkásodnak. A tartós tökéletes árut száraz, jól szellőző helyen függesztve a legjobb tárolni. Hűtőbe helyezni nem szabad, mert csökken az élvezeti értéke, és a nemes érő termékeknél jelentős íz, ízkárosodás következik be. A többi terméknél a csomagoláson feltüntetett módon kell eljárni. Száraz napfénytől védett raktárhelyiségben. A gyors fogyasztott árukat mély hűtőszekrényben kell tárulni, kiemeltem figyelve arra, hogy a hűtőlánc meg ne szakadjon. Ez ugye a HACCP, tehát a Hazard Analysis Critical Control Point egyik alapelve. Csomagolás a húskészítményeket, célszerű PE anyagból készült zsugorfóliába tárcás csomagolással ellátni. A csemegepulti aladásnál PE zacskó vagy PE fóliával kasírozott papír a megszokott csomagolóanyag. A szalonnák forgalomba hozhatók fóliás, vákumfóliás vagy védőgázas csomagolásban is. Egészben darabolva vagy szeretelve. A folyadék, zselé és zsír kiválás megengedett mértéke a csomagolásban legfeljebb a nettő tömeg 2%-a. A teljes és a félkonzervek egyedi csomagolása kívül és belül épp, tiszta, jól záradó üvegben vagy fémdobozban történik. A gyors fogyasztott húskészítmények PL-tasakban vagy kartondobozba kerülnek forgalomba. Páratartalom tökéletes áruknál darabos húskészítményeknél a legkezvezőbb, a 75 és 80 százalék. A vörös áruknál 80-85 százalék. Szalonna félék tartós töltelékes áruk esetén 65-70 százalék a relatív páratartalom. Hőmérséklet. Tökéletes és a vörös áruk esetén 3-10 Celsius fok. Tartós tökéletes áruk esetén 20 Celsius fok alatti. Szalonnafélék közül a főtt szalonnákat 8 Celsius fok alatt érdemes tárolni. A sózott füstölt szalonnákat 15 Celsius fok alatti, míg a sült szalonnákat 18 fok alatti hőmérsékleten javasolt tartani. A gyors fagyasztott húskészítmények tárolása mínusz 18 Celsius fokos hőmérséklet alatt történhet. A félkonzervek 0 és 5 Celsius fok között, a teljes húskonzervek hűtés nélkül romlásmentesen tárolhatók. Apró vágóállatok baromfik A baromfi hús olyan emberi fogyasztásra alkalmas hús, amelyet hűtőkezelésen kívül nem vetettek alá kezelésnek. A baromfi elnevezés gyűjtőnév, ami magába foglalja, a háziasított madarakat, a tyúkot, a gyöngytyúkot, a pulykát, kacsát és a libát. Tenyésztik a húsáért, a kacsát és a libát a májáért és a tolláért. A feldolgozás foka szerinti termékfajták. Beles nem zsigerelt baromfi, belezett baromfi, bontott baromfi, darabolt, konyhakész baromfi, előhűtött baromfi és fagyasztott baromfi. Az előbb felsoroltak bármelyike, akkor piac képes, ha jól kivéreztetett, tólaktól teljesen megtisztított. Toltokok a bőrfelületen nem találhatók. Baronyfi esetén fontos, minősítő jelző a bőr és a hús színe. A legértékesebb baronyfi termék a libamáj. Akkor jó minőségű, ha tömeg, tömege meghaladja a 400 g -ot. Állománya friss puha, színe egyenletesen sárgás rózsaszín. Hungarikomnak számítanak a libamájból készített konzervek. A boromfihúsokból számos terméket gyártanak. Ilyenek a hűtött és gyors fagyasztott konyhakész termékek, tökéletes áruk, füstölt áruk és a konzervek. A boromfihús bolti kezelése raktározás. A baromfi húsokat és a baromfipari termékeket a többi húsárutól és készítményektől elkülönítve kell tárolni és értékesíteni. Tehát a baromfi húst a sertés hússal nehogy eszünkbe ne jusson egy hűtőben tárolni. Külön hűtőbe kell. Tehát külön van egy baromfi hűtő, ahová csak baromfi húst szabad tenni. Tehát nem szabad összekeverni más hússal. Ez fontos megjegyezni. Tehát baromfi húst a baromfi hűtőbe teszünk, egyéb hússal nem keverjük. Előírás a termékek csomagolásán a származási hely, a tárolási mód a vágási kor, az adelékanyag tartalom, a fogyasztatósági felhasználási idő, valamint a vágás időpontjának feltüntetése. Csomagolás jellemzően PL fóliában vagy tárcás csomagolásban kerül az eladótérbe. Páratartalom ugye a baromfihúsnál 80 és 90 százalék. Hőmérséklet a friss baromfi tárolási hőfoka. 2 és plusz 4 Celsius fok. Tehát mínusz 2 és plusz 4 Celsius fögött, az ideális. De egyébként, amit a gyakorlatban is alkalmaznak, és ugye tapasztaltam is, egyébként az a 3-4 Celsius fok az, amit alkalmaznak a baronfi hűtőnél, de inkább a 3 Celsius fok. Tehát plusz 3 és plusz 4 Celsius fok az, amit alkalmaznak. A gyorsfagyasztott baromfi baromfihús készítmények, tehát van még a gyors azon kívül, annak mínusz 18 Celsius fokos hőmérsékletű hűtőpultban szabad tárolni, illetve vannak még vadon élő állatok. Ugye most a baromfiust ezt kicsikét félretesszük, és most beszélünk a vadon élő állatokról és húsuk, húsáról. A vadak húsa értékes, igen ízletes, jellegzetes illetú. A megszokott húsféléktől eltérő, sötétebb színű, édeskés ízű, csekély zsírtartalmú. A vadakat kibelezve tollában, tollában vagy bőrében hideg helyen általában 5-7 napig pihentetik, érlelik. Így a húsuk élvezetesebb lesz. A vadhúsok teljes értékű, fehérjékben ásványi anyagokban gazdagok. Zsírtartalmú alacsony, összességében egészséges élelmiszerek. A vatrúsok bolti kezelése Raktározás A kereskedelemben csak élet hoz forgalomba. Átvételkor ellenőrizni kell a szállítási eszköz rakterének hőmérsékletét. A megengedett legmagasabb hőfok nagy vadak esetében plusz 7 Celsius fok. Apró vadak esetében plusz 4 Celsius fok. Árusítások a többi hústól, húskészítménytől elkülönítve szabályos. Csomagolás. Vágunk csomagolásban, vagy kartondobozban, egyedi esetben cukornádrosból készült edényben is forgalomba kerülhet. Páratartalom ugye a legkedvezőbb páratartalom itt is a 85 és a 95 százalék. Hőmérséklet. A megengedett maximális hőmérséklet 4 és 7 Celsius fok között van. Akkor most beszéljünk egy kicsit a halak, halkészítmények és a tengergyümölcseiről. Halak. A halhús és a tengergyümölcsei teljes értékű fehérje tartalmuk miatt értékes táplálékok. A tenger gyümölcsei a változó testőrmérsékletű állatok csoportjába tartoznak. Legkeretes, legkeresettebbek a rákok: kagylók, polipok, tintahalak, békák, csigák. Gyorsan romló, gyorsan romló készítmények. Ezért legmegbízhatóbb élő állatot árusítani. Amennyiben ez nem lehetséges, eladásig jégen kell tartani. Alá papírt vagy fóliát kell helyezni, különben a termék kifehéredik, élvezeti értéket csökken. A kereskedelemben az élő halakat betonmedencében, vagy tartályban, vagy akváriumban kellő vízáromoltatás megfelelő hőmérséklet mellett több napig is eltarthatók. Fontos, hogy a halak ne legyenek összezsúfolva, egyébként gyorsan romló készítmények. Ezért a legmégbízhatóbb, élő állatot árosítani. Erre egyébként láttunk példát csomó nagyáruházba is, régebben, de most már a nagyáruházakból, ahogy észrevettük, elkezdett ez kiszorulni. Inkább ilyen előre gyors gyorsfogyasztott halárok vannak, tehát élő halat már egyébként a gyakorlatban ritkán értékesítenek. Még a nagyáruházak se nagyon. Tehát ez így valahogy kiszorult. Vagy nem rá, nem bem volt rá úgy igény, vagy egyéb okok miatt. Nem mindegy, akkor a halakról ennyit. Beszéljük is meg a húsok átvételének és tárolásának sajátosságait. Húsok átvétele A hús könnyen romló élelmiszer. Húst átvenni csak hatósági állatorvosi igazolást is tartalmazó bizonylattal lehet tehát állatorvosi igazolás kell. Friss hús csak tiszta, fertőtlenített zárt, megfelelő hőmérsékletű, aktív hűtése rendelkező raktori szállítójárműbe szabad szállítani. A húsok lezárható szállítóeszközben szállíthatók. Ennek megvalósulásáról az árut átvevőnek a kereskedelmi egységben, az áru átvétele előtt meg is kell győződni. A húst átvenni csak hatósági, állatorvosi igazolást tartalmazó bizonylat birtokában lehet. Átvétel során mag hőmérővel kötelező ellenőrizni a hőmérsékletet. Megengedett átvételi a, a hőmérsékletek a belsőségeknél. 0 és plusz 3 közötti Celsius fokon. Húsok 0-7 Celsius fok között. Tehát a belsőségeknél 0 és 3 fok, az a többi húsnál 0 és 7 fok között kell, hogy legyen. Bar baromfiipari termékek tárolása. A vágott baronfű tiszta-száraz szaktalan ládákban, mutatok is egy ilyen ládát, most láthatjátok is, tehát dobozokba, polietilént élén vagy fóliába egyedileg csomagolják. A friss előhűtött baromfi egyedi csomagolás nélkül is kerülhet papírral bélelt ládákba. Az előírásnak megfelelően egyet -egy csomagolási egységbe csak azonos fajtájú és minőségi termékek kerülhetnek. A friss előhűtött baronfit, ugye amit beszéltünk, ugye nulla, és plusz 4 Celsius fok között lehet tárolni. Úgy, hogy a relatív páratartalom ne, hogy emelkedjen 90 fok felé, tehát 90 fok alatt kell lennie a relatív páratartalomnak, és ugye 0 és 4 fok között kell lennie a baronfi hőmérsékletének minőség Minőségmegőrzési időtartama, ugye a baromfi húsnál, kettő nap. De önkiszolgáló pultban maximum 24 óráig tárolható. A fagyasztott baromfit, ugye ez a mínusz 18 Celsius fokon kell tárolni, a hűtőlens folyamatos ellenőrzése mellett. A minőségmegőrzési időtartama így 12 hónap. A libamáj tárolása a kezelése nagy gondosságot igényel. A friss libamájat előhűtik, papírrétek között jegelik, ami, amire azért van szükség, hogy az áru ne fagyjon meg. A fagyás az áru minőségét nagy mértékben csökkentené. Beszéljünk akkor így most pár mondatot a húsok romlásos jelenségeiről. A nem megfelelően előkészített és kezelt húsoknál romlásos jelenségek lépnek fel. Fülledés A nem megfelelően lehűtött hús, vagy ha nem elég gyors a hűtés, egymásra rakva az érintkező felületeken elszíneződik. Édeskész szagú lesz. Ez a romlási folyamat szellőztetéssel még javítható és lelassítható. Ez az enzimes túlérés. Fehérje bomlás, kellemetlen szagok vagy szagot, kénhidrogén ad a húsnak. Tehát kellemetlen szaga lesz az enzimes túlélésnek. Füllet húst tilos árulni, és nem is szabad felhasználni. Tehát füllet húst nem szabad értéket. Nem szabad értékesíteni, és nem szabad águlni a húspultba se. Tehát azt emberi fogyasztásra alkalmatlan árunak kell minősíteni. És nagyjából szerintem ezzel a fejezettel végeztünk is volna, úgyhogy köszönöm a figyelmet, remélem hasznos volt, és további jó tanulást kívánok!